Az európai gazdaság felépülésének mintája V betűre emlékeztethet majd, állítja az IMF legutóbbi növekedési előrejelzésében. De még ez is csak bizonyos körülmények esetén válik lehetségessé, különösképpen akkor, ha felgyorsul az oltási ütem. Ha ez megvalósul, akkor a növekedés akár a 4,5%-ot is elérheti idén a Nemzetközi Valuta Alap szerint. De mi lesz akkor, ha nem gyorsul fel az oltási ütem, kérdezi gazdasági szerkesztőnk. Az év elején Európában lassú oltási kampányt láttunk, de most gyorsulást tapasztalunk, mondja az IMF európai részlegének vezetője. Azt várjuk, hogy a célokat, amelyeket az európai országok saját maguk elé állítottak, teljesíteni fogják. Szóval jelenleg úgy hiszük, hogy ez az előrejelzés biztos. Ugyanakkor hatalmas bizonytalanság van abban az értelemben, hogy jelenleg a harmadik hullámmal kell foglalkoznunk, és minden attól függ, ez meddig tart. Nem tudjuk, mi fog történni a mutációkkal, sem az oltások elfogadottságával. Még mindig sok a bizonytalanság. Létezik számos program Európában, amely a munkahelyek megtartását célozta, és amelyek a csúcson mintegy 68 millió álláshelyet védtek meg, mondja gazdasági szerkesztőnk. Ugyanakkor rengeteg állás elveszett, és nem is keletkezik újra. Át kell állnunk arra, hogy abban támogassuk a dolgozókat, egyik állásból a másikba tudjanak átlépni, a hanyatló szektorokból a bővülő szektorokba. Ehhez talán kormányzati támogatásokra lesz szükség, amelyekhez újra tanulási folyamat és privát befektetések is kellenek majd. Ez utóbbi ugyanis csökkent a válság alatt, és ösztönzésre van szükség ahhoz, hogy a magánbefektetések újraéledjenek. Thank you very much for having me.